Páncélkárolyvárosunkban tájékoztatott a magyar kormány által indított két programról, amelyek a külhoni magyarság szülőföldön való boldogulását segítik. Ezek közül az egyik a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program. 17 milliárdos összegnek a több mint egy harmad ide kerül a Felvidékre. Nagyszombat megyében is 20 önkormányzati óvoda kap ebből a fejlesztésből. A másik, ami nagyon lényeges, a Kárpát-medencei gazdaságélénkítő program, amiben 11 milliárd van számva a Felvidékre. A bizottság megismerkedett a Dunaszerdahelyi és a Galántai járás megyei fenntartású intézményeinek fejlesztéseivel, felújításaival. Elhangzott, hogy a határmenti magyarországi megyékkel folytatott együttműködés is fontos. Ennek köszönhetően a közeljövőben kerékpárutak épülnek és felújítják a Jókai vízimalmot. Ezek mind olyan eredmények, ami igazolják a szlovák közösség felé is, hogy Magyarország felé, a magyarországi megyék felé úgy kell tekinteni, mint partnerek felé, akikkel az együttműködés az közös eredményeket hoz, és mindenki számára megtérül, nem csak erkölcsi szempontból, anyagi szempontból is. A látogatás célja a helyi közösségeket érintő problémák, gondok felmérése volt. Azzal, hogy valós problémákkal szembesülve tudott a bizottság a további munkájához erőt és tapasztalatot meríteni, számunkra egy olyan jelzés, hogy az anyország nem engedi el a határon túli magyarok kezét, az anyországnak fontos a felvidéki magyarság, ebben ma is megerősítettünk. A két nap során a Nemzeti Összetartozás Bizottsága Dunaszerdahely mellett Bősre, Nyárasdra, Érsekújvárba, Párkányba és Muzslára is ellátogatott.